Engedd meg magadnak a törődést! Műsorunkat a Bepanthen Derma Kozmetikum termékcsalád támogatja. Sziasztok, ez a Beszélnünk kell podcast ötödik évada, ami egy kicsit más, mint az eddig évadok. Amint látjátok, hárman ülünk a stúdióban, itt van velem szokásos beszélgetőtársam, orvostót Noémi klinikai szakpszichológus. Sziasztok, szia, sziasztok! Az üvegfalon túl szerkesztőnk Filákovics Radojka, és a VMS stúdiójában Szabó Anna Eszter újságíró anyuka, a videószerkesztő, a fenntartható életmód nagykövete, és minden, amit akartok. Szia Anna, hello Anna. Akik hallgatják az ötödik évadot, már tudják, hogy olyan szempontból rendhagyó, hogy minden epizódban hívunk egy VMN alkotót beszélgetni, és felrajzoljuk az ő portréját, de egy kicsit másként, mint ahogy a portré beszélgetések zajlani szoktak, ugyanis minden meghívott vendégünk hoz egy-egy témát, vagy akár több témát, ugye, amelyek pszichológiai szempontból érdekesek. De az fontos, hogy ez nem terápia. Ez nem terápiás beszélgetés, igen, ez fontos elmondani, hogy itt olyan kérdések is adott esetben elhangzanak, amik terápiában nem hangoznának, vagy nem így hangoznának el, és lehet, hogy olyat meg nem kérdezünk meg, amit pedig egy terápiás folyamatban biztos, hogy megkérdeznénk. Szóval segítő portrénak neveztük ezeket a beszélgetéseket, azért, mert nem titkolt célunk, hogy hogy azokon keresztül, a témákon keresztül, amelyeket ide behoztok, egy kicsit szavakat adjunk, érzéseket fogalmazzunk meg, vagy segítsünk nektek, meg hallgatóknak, nézőknek megfogalmazni érzéseket, megtanálni saját magatokban szavakat, és erősítsük azt az érzést, hogy nem vagytok egyedül. Úgyhogy ez a nem vagytok egyedül évad. E, és hát az Annának nem annyira újdonság az, hogy az érzéseiről beszélget, mert hogy te gyakorlatilag, gyakorlatilag ebben nőttél föl. Így van, igen. Mesélsz egy picit abból, hogy, hogy arról, hogy hogy is működött ez nálatok? Hát édesanyám ő, pszichológus, és a nagymamám pedig pszichiáter volt. Hm. Ö, Úgyhogy már csak ebből kiindulva is nálunk az, hogy nyíltan beszélünk mindenről, az így az alap, csomag része volt. Nyilván ez, ennek az előnyei és hátrányai megvoltak. A maszkoromban ö, nyilván ö, előjöttem azzal a jó kis frázisa, hogy ne analizáljatok, hagyjatok békén, szálljatok ki belőlem, de mostanra abszolút érzem az előnyét is annak, hogy megtanultam ezekkel a dolgokkal szembenézni, foglalkozni. Nem, nem esik nehezemre. Tehát mintát kaptál arra, hogy érzésekről beszélni lehet, kell, jó, adott Igen. esetben hasznos. Azért el kell mondani, hogy van egy pici kapcsolat ugye a kettődök között. Igen, én az anyukáthoz jártam a, a, pszichodrámára, és van egy nagyon jó kollégális kapcsolatunk is, úgyhogy egy ilyen terápiás kapcsolat és kollégális kapcsolat, úgyhogy emiatt is nekem egy kicsit olyan furcsa is, meg izgalmas is itt ülni, hát arról meg nem besz nem is beszélve, hogy ugye van egy lányom, és akkor itt most <laughs> kicsit bepillantást kapok abba, hogy hát milyen egy pszichológus anyukának a lányoként felnőni, <laughs> és egyébként amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor azért voltak olyan mondatok így, amik így a az Anna szájából elhangoztak, és az én lányom szájából is elhangoztak már. Úgyhogy hát jó alkalom volt az önreflexióra. Lehet túltolni az, 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 az érzéseknek a szálazását, az, az lehet. analizálását? Lehet, lehet. Tehát, hogy van, amikor az van, hogy hogy éppen hagyni kéne, és nem kellene valamiről beszélni. Hát tudod, a pólusnak a két vége. Az egyik oldalon vannak azok a családok, azok a közösségek, ahol nem beszélnek egyáltalán semmiről, az érzések azok tabunak számítanak, és a másik oldalon meg ez, ahogy mondtad, ez egy nagyon beszédes kifejezés volt, hogy szálljatok ki belőlem, hogy, hogy érezheti azt az ember, hogy folyamatosan apróra szedik, minden egyes mozdulatának, mondatának, jelentőséget Tulajdonítanak, és ez lehet nagyon fárasztó, és hogyha egy családi rendszer ez így működik, akkor akkor az, az, az lehet megterhelő időnként. Mert van, amikor csak hagyni kell, hogy, hogy belül csendben történjenek dolgok. Pláne a kamaszkor ilyen. Hát az ilyen az nehéz. Nem. nem mondtad, hogy. hogy nem. Milyen kamasz voltál? -e? <kül> Elnézést, milyen kamasz voltál? -e? Hát mondjuk 16 éves voltam, amikor az első, első szerelembe ütött és onnantól kezdve nem nagyon akartam a családdal lenni. Tehát ez egy olyan új fajta minőség volt az életemben, hogy akkor nagyon, nagyon kiborított, felháborított a gondolat is, hogy... hogy... hogy van családod. Igen, tehát hogy én, én a barátommal akarok lenni, és, és, kész. És akkor ezekből voltak a nagy balhék, ezek miatt kamusztam, hogy, hogy miért nem tudok menni erre vagy arra a családi rendezvényre, miközben csak a, csak a fiúval szerettem volna lenni. Tehát azt hiszem, hogy ez volt velem a, a legnagyobb nehézség kamaszkoromban, legalábbis, ami így ott a felszínre kijött. Aztán az, hogy közben mi mindennel küzdöttem amúgy belül, ezt még akkor nem annyira tudtam, és nyilván ennek is voltak jelei, következményei, de így utólag visszagondolva kicsit így homályba vész az, hogy én milyen voltam, mert annyira mindenféle irányba próbáltam megfelelni, hogy fogalmam sincs, hogy valójában milyen, milyen kamasz voltam. És mit mond, erről anyukád milyen kamasz voltál? -e? Akkor ott azt a visszajelzést kaptam, hogy, hogy nagyon simulékony voltam. Tehát bárkivel barátkoztam, akkor én adaptálódtam ahhoz a, ahhoz a társasághoz, és és azokat a tulajdonságokat felvettem, megtanultam, hogyan beszélnek, hogyan öltözködnek, mit szeretnek. Picit ilyen kaméleonszerűen, Igen. Hogy, hogy, befogadjanak, úgy nagyon gyorsan ráéreztél, hogy mit kell ahhoz tenni. Igen, hogy beszélni, öltözködni, hogy, hogy, te is része legyél annak a csapatnak, és akkor ehhez képes voltál elutasító a családban. Igen. De ez egy érdekes képesség amúgy, hogy vannak ilyen emberek, akik annyira érzékenyek, nem? Vagy úgy, úgy tudnak Hát ugye mindannyian, amikor megszületünk, megtanuljuk, hogy hogyan kell működni ahhoz, hogy hát kvázi túléljünk abban az adott családban, közösségben, amiben, amiben élnünk kell. És ez egy képesség, amit elsajátítunk így nagyon korán már, hogy így levesszük egy pillanat alatt. Ez nem tudatos, ez egyáltalán nem tudatos, hanem az ember egyszer önkéntelenül tényleg, mint egy ilyen amőba így hozzáigazodik ahhoz a közösséghez, hogyha ha ezt tanultam hogy, hogy ez a legbiztonságosabb, vagy ez a, a legcélra vezetőbb, ez a legkifizetődőbb módja a létezésnek. Ezzel szemben persze vannak olyanok, akik meg úgy kapják meg a nekik járó, vagy nekik számukra szükséges figyelmet, hogy, hogy nagyon oponálnak mindennel és uh -huh. mindenkivel, és akkor ők biztos, hogy nem akarnak illeszkedni. És hogyha erre tanulnak rá, hogy hogy így kell létezni, így kell működni, akkor pedig ezt ö, aztán bevihetik később felnőtt korukba is, a kapcsolatrendszereikbe, és nagyon megnehezítve a saját és a, a társaiknak az életét is. Ugye neked, a, Anna, az, ez azért izgalmas, mert hogy kics, kicsiként, ö, viszont olyan nagyon autonóm, Gyerek voltál, tehát ugye egy ilyen szép kislány, szinte baba, mindig kaptad azt, hogy milyen szép vagy, pörögtél, forogtál, tehát egy ilyen igazi, autonóm király kisasszony. Igen, én voltam a főszereplő, abszolút, tehát a, a bátyám tíz éves volt, amikor megszülettem, és nagyon örült nekem és ő is körülrajongott, körülrajongott a szomszédság is, nem csak a család, tehát hogy én, én voltam a figyelem abszolút középpontjában, és lubiszkoltam benne. Aztán, aztán később valahogy annyira nem tudtam összeegyeztetni a rengetegféle visszajelzést, amik nagyon különböztek egymástól, és ez a, ez a kaméleunkodás, ez, ez egy olyan, olyan zűrzavart okozott a, a fejemben, hogy végül is a, a dühöm, meg, a, meg ez az összes frusztráció a családomon csattant, akik meg próbáltak úgy viszonyulni hozzám, hogy ők ismernek, hogy ők tudják, hogy én milyen vagyok, és ezért voltam rájuk mérges, mert hogy honnan tudnák, én se tudom, és... És ez ez egy ilyen elképesztő vakvágányra terelte a, a kapcsolatomat a, a család, szűk családommal. Tehát ez ilyen nagyon furcsa dolog, hogy az elején még nagyon meg tudtam magam határozni, hogy én egy királylány vagyok, én hablány vagyok, meg hófehérke, és, és ez maga volt a tényleg a, az, az önbizalmam csúcsa. Igen, meg a szépségedet is úgy élted. Igen, igen. Úgy vagy... magam, Néztem igen. magam a előtt, és abszolút elégedett voltam. És aztán igazából, amikor kilenc éves koromban elkezdtem ö, érni testileg, akkor valahogy még akkor azt nem fogtam fel, úgy éreztem, hogy ez biztos átmeneti, de aztán, aztán rá kellett jönnöm, hogy nem, és ez, ez egyre durvább lesz, és, és ez szembe ment mindazzal, amire vágytam, hogy én balettáncos akartam lenni és 11 voltam, amikor az első nagyon negatív visszajelzést kaptam az alakomra, hogy én alkalmatlan vagyok arra, hogy balettáncos legyek. Ugye felvételiztem a balettintézetbe, és ott álltam félmesztelenül egy csomó ö, kortárssal. Belevetköztettek mindenken... Kira... titeket? Igen, bugyiban. Ez normális látom. eljárás? Hát Nem tudom, hogy azóta is. Az nem. a normálisnak nem mond. Én, én laikusként, szülőként, pláne nem gondolom ezt én normálisnak. A ilyen történetet hallottam. Ha. Olyan hely, helyekön történik ez, ahol a testnek kitüntetett szerepe, Igen. feladata van. É, értem, hogy é, eh, ennek csak... ellenére ez mégiscsak egy, hát hogy is mondjam, embertelen eljárás. Szóval, hogy pont abban az időszakban, amikor egy kamasz gyerek kezd valahogy így, nem tudom én, ismerkedni azokkal a változásokkal, amik bekövetkeznek a testében. És azért, hogyha visszaemlékezzünk, akkor azt hiszem, hogy mindannyiunknak van arról élményünk, hogy, hogy az ilyen sokkoló, amikor a testünk egyszer csak elkezd változni. Általában a testi változás meg szokta előzni a lelki változást, tehát a testünket mindig be kell érni lelkileg. A testünk előre szalad, mi meghullogunk utána, ezért aztán nagyon zavaró, amikor egy lánynak megnő a melle, vagy elkezd nőni, kezd nőjesedni, és hogyha erre akkor kap egy negatív visszajelzést, az nagyon mélyen meg tudja határozni utána az egész testképét, mm. a, és beíródhat a személyisége be egy ilyen csökkent értékűség élményként. Igen, hát ott megmondták, hogy vastag a bokám, meg hogy nagy a mellem, és hogy semmi keresnivalom a, a szakmában. Mm. És Ugye ekkor voltam 11, és ugyanebben az évben ö, érkeztek az első ilyen zaklatós élmények is, tehát, hogy ott abban az évben valahogy így, így belopant be egy lopant, csomó minden. Szépen. Igen, Igen, mert hogy az is, tehát ezek a erősen negatív visszajelzések a testeddel kapcsolatban, de az is, az is nagyon maradandó, amikor amikor nem a kornak megfelelő pozitív visszajelzéseket kap valaki. Hát, van, hogy pozitíve az, amikor ilyen nagyon Pozitívnak lenne, gondolt. Vagy olyan... <clears throat> igen... Én azt gondolom, hogy ezek ezek szintén végtelenül öm, rombolóan tudnak hatni, hiszen ahogy mondtam, a testérés, ez hamarabb van, és mindenféle szexuális, mert hogy ezek már ilyen öm, szexuális töltetű megjegyzések, pillantások, öm, akár nem tudom én felkérések, ajánlatok, akármi, ezektől egy kislány, mert akkor még kislány az ember végtelenül mocskosnak élheti meg magát, és kialakulhat benne egy, egy nagyon mély bűntudat, hogy én csináltam, én bűnös vagyok, hogy, hogy azért kapom ezeket a visszajelzéseket, mert bennem van valami hiba. Tehát, hogy Egyetlen egy gyerek sem gondolja azt, hogy úristen, a felnőtt világban van valami nagy probléma, hogy így reagál rám az én növekedésre, mert, hanem a gyerekek azt gondolják, hogy ők tehetnek róla, ők a felelősek, ők a hibásak, ők a bűnösök. Igen, hát ez az élmény nagyon, nagyon megvan igazából Ekkor, amikor 11 éves voltam, kettő ilyen élmény volt. Az egyik egy nagyon közeli családi ismerős egy ünnepségen fogdosott meg. Uh -huh. Emlékszem, hogy anyukámnak a ruhája volt rajtam, amit azt hiszem, hogy a szalaktűzőjén viselt, vagy nem tudom is olyan olyan nagy dolog volt az nekem, hogy ez a piros ruha rajtam van, és onnantól kezdve azt a ruhát beraktam a szekrénybe, azóta sem vettem elő, tehát, hogy hogy én olyan, olyan, büszke voltam arra, hogy, hogy én már olyan nagy lány vagyok, hogy ezt felvehetem, de közben meg magamra vonzottam valakit, egy, egy, egy idősebb férfit, és megfogta a mellem. És onnantól kezdve az, az a ruha valahogy összemosódott nekem azzal, hogy, hogy kellett nekem felnőtteset játszani, tehát hogy ez a, az áldozathibáztatást én ezt magamnak elintéztem. az magamra rögtön. vonzottam. Igen, mm -hmm. hogyha ezt te vonzottad. Kellett ezt, nekem a félmond, ezt meg azt fölvenni. Azt igen, igen. És ugyanígy volt egy másik, egy esküvőn, ahol ö, pedig szintén ott még kicsit távolabbi ismerős, de ő egy fiatal felnőtt volt, és felkért táncolni, Én meg úgy gondoltam, hogy hú, de jó, felkér. Hány éves volt Ali? 11. még mindig 11? Még mindig. És hogy hát ez nagy dolog, felkér egy fiatal ö, fiú, hú, de jó. és és akkor táncoltunk, és akkor egyre közelebb jött, és akkor megfogta a fenekem, meg így megfogta a mellemet, és akkor emlékszem, hogy ott remegett a lábam, aztán így leültem a tesóm mellé az asztalhoz, és, és akkor kérdezte, hogy mi a baj, és akkor elmondtam, de azt hiszem, hogy tudom, megverte, vagy meg akarta, vagy nem tudom, de hát, mindenképpen volt balhé volt utána, igen, igen, nagy balhé volt utána. De ott is ez, a, ez az abszolút megsemmisülés és szégyen érzet, amit utána egyébként nagyon-nagyon mélyre el tudtam ásni. Tehát, hogy ezeket akár hónapokra el tudtam felejteni. Bizonyos dolgokat, meg akár évekre is. Hát, hogy ne azért a lélek védekezik, de tényleg ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak a, a nők, a lányok életében. A teste már nő, a lelke még gyerek. A nekem az a, az a, nehezen megfogható és, és, mélyen megrázom, mi Annával nemrég csináltunk egy interjút, amikor beszélgettünk, egy írott interjút a vmr amikor beszélgettünk ezekről a kérdésekről is, úgyhogy bocsánat, hogyha most ismétlünk egy kicsit, de hogy az, ami ilyen megrázó Anna a történetében, hogy, hogy itt egy, egy so, sorozatos határ átlépésről beszélünk a te életedben, és ugye mi azzal hívtunk ide, hogy beszéljünk a szülésről, a születésről, a, a szülőszobán átélt traumákról, illetve azokból való gyógyulásról, meg arról, hogy ez hogy illeszkedik valakinek így a sors történetében. Úgyhogy nem véletlenül kezdtünk ugye er ezekről a határért átlépésekről, mert el fogunk odáig jutni majd, hogy csak az, az, azok kedvéért mondom, akik esetleg azért nyitották meg ezt a műsort, hogy kifejezetten erről van szó, de ezek soha nem előzmény nélküli dolgok, illetve. Olyan szempontból legalábbis, hogy, hogy az ember, mert neked is az volt, hogy, hogy, hogy az első szülés, az első traumatikus szülésed, amiről majd fogunk kérdezni, hogy ott jött be sok kép innen, ebből a Igen. korszakból, amiről most beszélgetünk. Ez így történik általában, hogy van egy előzmény, hát hiszen a, a szülés Traumák ugye arról szólnak, hogy ott valami olyan történik veled, amit te nem szeretnél, hogy kicsúszik a kezedből a kontroll, és, és valaki ö, visszaél a, az ő hatalmi helyzetével, de hogy előtte általában van egy előzmény, hogy már megtanultad, hogy ez a test, ez markolható valaki által, akit te nem akarod, hogy akitől nem akarsz markolva lenni, tudod? Mm -hmm. Tehát, hogy így elkezd ez így beépülni a lehetőségek közé, a lehetséges forgatókönyvek közé, hogy, hogy a tested egy egy tárgy tud lenni egy, egy helyzetekben. És amikor ez így beíródik, akkor sokkal nehezebben véded meg magad, amikor újra és újra belekerülsz ezekbe a helyzetekbe. Mert ha egyszer már megtapasztaltad, ugye azt szokták mondani, hogy de hát, miért nem szólt, miért nem védtem meg magát, miért nem mondtam? hogy állj, miért nem védte a határait. Hát azért, mert ezek az élmények formálnak. Hát kérem szépen, így működik az ember, hogy a, a tapasztalaté azok alakítják, és bizony ö, erő kell hozzá, hogy, hogy át tud alakítani ezeket a forgatókönyveket, és mondjuk el tudja odáig jutni, hogy azt mondod, hogy ez itt az én testem. És ezzel kapcsolatban én mondhatok nemet, ez, hogy, hogy ki ér hozzám, hogyan ér hozzám, és az, az, az nem, nem bűn, az nem, nem tudom én, nagy nem hiszti, nem hiszti, nem hiszti. amit a nők sokszor igen, kapnak. Igen, igen, baj, hát ez a másik. Igen, ne hisztiz. Örülj igen. neki! Örülj. Hogy tetszel. Így van, van, persze. Vett bróknak. Szóval, hogy ezek, ezek, olyan, olyan rendkívül mérgező mondatok. Az jut eszembe, Anna, hogy a, hogy egy olyan mélyen analizáló környezetben, amiben te felnőttél, ezeknek a helyzeteknek, ezeknek a határátlépős helyzeteknek lett, tehát hogy lett követke, vagy beszéltetek róla? Amikor az iskolában elkezdtek a, a fiú osztálytársak fogdosni, de nekem volt egyedül mellem a lányok közül. Szerintem nyolcadikban is alig voltak uh, még rajtam kívül, szóval tényleg nagyon. De látványos volt a nőieskedés, látványos eset. volt, és uh, akkor a fiúk hát, abszolút topzódtak az összes hormonjukkal együtt, és ott nagyon durva dolgok történtek, tehát ilyen falhoz szorítottak, és mm. akkor úgy fogdostak meg, az első csókom is ilyen volt, hogy lefogtak. Tehát, hogy csupa ilyen dolog történt, és uh, nem mindent mondtam el. Amikor besokaltam, akkor, akkor egy ponton elmondtam, de azért nem beszéltem róla, mert egyáltalán kimondani azt a szót, hogy mell, azt nem bírtam. Tehát, hogy ez, ez volt a problémám, nem az, hogy nem bízom meg a szüleimben, vagy hogy nem érzem velük biztonságban magam, hanem maga a téma miatt annyira szégyeltem magam, Emlékszem, hogy a Cici, ezt próbáltam valahogy így kimondani, de ez sem ment. Tehát hogy, hogy ideig nem tudtam eljutni, hogy verbalizáljam a, a dolgot, mert már attól szégyeltem magam. Meg nem akartam, hogy ők olyan minőségben lássanak engem, mint egy mint valaki, akinek mellé van. Tehát, hogy én az ő kislányuk vagyok, és ezért ez nagyon nehéz volt meglépni. Aztán eljött az a pont, és akkor. Emlékszem, hogy egyszer anya bejött a suliba, és akkor ott nagyon-nagyon elővett egy fiút. Egy másik uh, fiút a bátyám uh, próbált elővenni, de, egy, uh, de rámutattam egy, uh, rámutattam az illető fiúra, és a tesóm uh, rossz helyre nézett, és egy másik fiút uh, cseszett le. Uh, de legalább ő, ő nem jött oda, később sem hozzám. Úgyhogy uh, úgy, valamennyire uh, kinyúltam a, a család felé. Aztán volt egy, um, egy keményebb eset, egy osztálykiránduláson, ahol a, az akkori legjobb barátnőm szedett le rólam egy, egy fiút, és, és, akkor volt az, hogy ezt elmondtam otthon, és akkor már apa ment be az iskolába, de ugye ez már gimiben volt. És, és akkor azt végignéztem, ahogy apa az összes... De tűnt, ott volt az a fiú, emlékszem, ott ült a, a, suli előtt, és apa elkezdett hozzá beszélni nagyon röviden, nagyon, nagyon határozottan, és a fiúnak én lila lett a feje, de soha többet nem, nem ért hozzám, meg nem történt semmi, szóval láttam én ezt, hogy ha kérem, akkor megvédenek. De nem volt jó érzés ezeket elmondani soha. Tehát ezektől én mindig szégyeltem magam, akármennyire is tudtam, hogy igazából nem én bántottam senkit, meg nem én akartam. Attól még a szégyen az megmaradt. Igen, ez nem véd meg ez a tudás. Olyan érdekes, hogy a szégyen az annyira mélyen átjárja, átitatja az egész személyiségünket, hogy még egy ilyen családban is nagyon nehéz azt mondani, hogy segítsetek rajtam, mert tényleg, ahogy mondhatod, hogy mell, mocskosság és szégyen. És ez így összefonódik, és akkor ez én vagyok ez a mocskos valami, hát hogy hozakodjak elő még a legmegértőbb családban is ezzel a témával. Szóval, hogy nagyon jó lenne, hogyha ha a gyerekeknek már így nagyon korán a nemi érést megelőzően lennének olyan órák, amik, amik kapcsán erről beszélnek, hogy, hogy majd mi fog történni, és arra hogyan érdemes, és hogyan kell reagálni, benned mi megy még végbe, a másikban mi történik. Tehát, hogy, hogy ne érje őket váratlanul, és ne engedjük azt, hogy majd a gyerekközösség megoldja. Mert nem tudja megoldani. Mert hogyha hagyjuk ezeket a típusú erőszaktevéseket, mert ez az. Hát hiszen itt ül egy felnőtt nő, és arról beszélgetünk, hogy milyen sebeket ejtettek rajta az iskolás évek. Hát, hogy ott kezdődött legalábbis, mert ugye ez a történet folytatódik, de azért itt egy pillanatra hagy reflektáljak arra, hogy tanítsuk meg nekik, hogy mi fog történni, de hát tanítsuk meg a fiainknak, hogy ne legyenek erőszakosak. Vagy a lányainknak is, a hogy ne legyenek. Is. Tanítsuk a meg a fiainknak és a lányainknak, a gyerekeinknek, hogy ne legyenek a másikkal erőszakosak, hogy ne lépjék át egymás határait, hogy vannak határok. Így van. És ugye, ami, amit mondott az Anna, hogy hogy ő volt az, aki a közösségben a lányok között először uh, láthatóan mm. elkezdett érni. Uh, ez is egy olyan érdekes dolog, hogy ilyenkor azt látjuk, hogy hogy még a lány közösség is egy kicsit úgy kitolja. Mert hogy te már olyan más vagy, hmm. mint, 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 mint mi vagyunk. Szóval, hogy, hogy ugye a, a nemi érés, a, a testnek a változása is annyira eltérően megy végbe a gyerekek között, és hogy ezt erre is, szóval, hogy a másságot fogadjuk el, és az, az ne tudjon céltábla lenni, az ne tudjon a bántásnak a tárgya lenni. Hmm. Azt hiszem, hogy innen kell kiindulni. Szóval szerintem, szerintem, folytassuk azzal, hogy, hogy mi történt, amikor Mór született? És hogy hogyan is jöttek ezek a, a, a régmúltad történetei, hogyan tolultak ott a felszínre a szülőszobán? Én alapvetően ö, nem. Nem hiszem, hogy jól készültem erre az első szülésre. Nem jó forrásokból tájékozódtam, csak azokból, amik, amik úgy nagyon előtérben voltak. Tehát amik legelőbb voltak a könyvesboltokban, meg amikre hivatkoztak a filmekben. Tehát, hogy, hogy ez nem... jelent, hogy nem jól volt. Nem? Igen, mert úgy kezdte uh, rögtön, hogy én nem én, voltam nem, jó. De, de ez ez nem a... jól tájékozódtam. Igen. Tehát olyan olyan értelemben, hogy nem, nem volt reális képem a szülésről, nem tudtam, hogy mi, mi fog mire számíthatok igazából. Annyit... Várj, Anna, mi volt a te képed a szülésről most? Az, hogy ez reális, nem reális? Mi volt a képed? Hát az én képem az volt, hogy az egyetlen dolog, amit le akarok tisztázni, hogy gátvédelemmel szeretnék szülni, nem szeretnék gátmetszést. Így, így ez volt a fejemben, és ezen kívül, hogy mi minden beavatkozás történhet még, azokról nem is nagyon tudtam, azt se tudtam, hogy mi, ugye természetesen így azt se tudtam, hogy mire, mikor van szükség, azt meg pláne nem, hogy mondhatok nemet. Tehát, hogy ezek, ezek a dolgok, de ugye fel nem merült bennem, ráadásul az, hogy én orvos, tehát nem csak pszichológus anyuka mellett nőttem fel, hanem orvos családban a legnagyobb bizalommal tekintettem a, az orvos tudományra, az orvosokra, fel nem merült bennem, hogy nekem ott bajom eshet. Na de hát ez tök fontos, hogy te nem vagy orvos. Lehet, hogy a családod orvos, de te egy szülőnő voltál. Neked nem feltétlenül, hogy most javítsatok ki, hogyha ez nem így van, de hogy nem neked kell tisztában lenni azzal, hogy mi az a, százféle beavatkozás, ami ABC plusz 97 esetben ö, kellhet, hanem megbíztál azokban, akiknek ez a tudás a birtokukban van, és ezzel a tudással ők visszaéltek. Ez, ez abszolút így van, csak ezt én nem tudtam, hogy ez megtörténhet. Ö, tehát nyilván nem... Ez nem az én hibám, hanem ez a rendszer hibája, de hogy nyilván, ha utó, tehát utólag belegondolva, ha most újra kezdeném, akkor már ugyanúgy hadsereggel mennék szülni, mint ahogy a második alkalommal. Pedig egyébként voltak jelek, tehát az első orvosom az, az szeretett volna, már előre mondta, hogy ilyen férjöltést akarna nekem csinálni, mert hogy ez a férjemnek majd milyen jó lesz, még kacsintott is hozzá. És akkor... Ugye a férjöltés az, amikor szűkebbre varják a nő hüvelyét annak érdekében, hogy szexuálisan ö, nagyobb elégedettséggel a szolgáljon a férjnek. Igen. Uh -huh. Ezt visszautasítottam, és nem csak orvost, hanem várost váltottam, és, és akkor egy, egyébként szimpatikus orvost választottam. És valahogy nem is tudom, hogy hogy volt ez az egész. Volt némi protekció, ezért így nagyon szeretett volna ez az orvos mindent megadni nekem, tehát a full extra szolgáltatást. Úgyhogy még a kiért időpont előtt befektetett. A a kórházba, és már ott gyanús volt, hogy az ultrahangvizsgálatokon mondták, hogy de hát nem látják indokoltnak. Miért vagyok én már ott napokkal korábban, és mondtam, hogy a doktor úr szerint indokolt, mert nem tudom, kevesebb a magzatvíz. Az se, ugye nyilván nem kell tudnia egy nőnek, de... De Magyarországon kell tudnia, hogy ez nem feltétlenül persze, egy probléma. Én nem is azt mondom, hogy ne, ne legyél edukálva, mint beteg. Persze. Mert legyél persze, csak azért a, az orvos szakmát nem kell megtanulnod. Igen. Vagy igen ne kelljen igen. már megtanulnod. Akkor persze, hogy tudtam volna, hogy itt, itt feltehettem volna kérdéseket, akár nem tettem fel, és akkor elkezdődtek a, a fájásaim, és egy két és fél napos tortúra vette kezdetét, amikor is én fájásokat éreztem. De azt mondták, hogy ezek nem fájások. És egyre többször kaptam azt a visszajelzést, hogy én hisztériázom. Mert megint a hiszti. Igen. És ö, nem engedték azt sem, hogy ö, hogy behívjam a, a családomat, a férjemet, mert hogy ez nem szülés. Hát akkor nem kell, hogy hogy mellettem legyenek. És ö, a, amikor így nagyon bedurvultak az események, hogy kb. óránként jártam a szülőszobára, hogy vizsgáljanak meg, hát higgyék el, én szülök. Hát, de közben meg... Ö, meg teljesen egyedül voltam, egy idő után már ilyen delíriumos állapotba kerültem, és az ügyeletes nővér beadott nekem valamit, igazából azóta se tudom, hogy mit, de onnantól kezdve úgy feküdtem az ágyon, hogyha fájásom volt, így összerándultam, és aztán így elernyedtem, és nem tudtam magamról. Tehát teljesen ködös volt a, az egész éjszaka, viszont arra emlékszem, hogy, hogy az egyik alkalommal, amikor megint kimentem a szülőszobára, hogy vizsgáljanak meg, akkor valószínűleg az ügyeletes orvosnak már elege volt belőlem, úgyhogy fogott egy amnioszkópiás tölcsért, és belém döfte. Ö, amikor egyrészt pokoli fájdalmat éreztem, másrészt meg, meg légszomjam lett, elkezdett nagyon hevesen venni a szívem, és nem értettem, hogy mi történik, mert elkezdtem ilyen képeket látni, ö, arc nélkül, de va, abszolút az a, olyan képek jelentek meg, hogy rajtam egy férfi fekszik, és, ö, és, és hát egyszerűen én nem tudok ellene mit csinálni. És abszolút ez a, tehát, hogy utána később még mondtam is, hogy olyan volt, mintha megerőszakoltak volna, de akkor az a kép már kitörlődött a fejemből. Tehát az évekkel később tért újra vissza, hogy, hogy voltak azok a képek, de azok mik voltak. És sorozatosan ilyen beavatkozások jöttek utána. Tehát úgy volt burokrepesztés, hogy nem figyelmeztettek előre, hogy a, az orvoson feldugta az öklét, és úgy tágított, tehát, hogy ezek mind-mind-mind jöttek egymás után, és egyik ilyen pánik ö, rohan, vagy pánik reakció jött a másik után. És aztán, amikor megszületett Mór, és elvitték hét órára, semmi baj nem volt, csak simán nem, nem adták oda, akkor én ott maradtam ezzel, a, ezzel az élménnyel, ami, ami után, amikor megkaptam a, a babát, egyszerűen nem, nem tudtam, nem tudtam vele mit kezdeni. Annyira erős volt ez a, ez a sok élmény, hogy ö, olyan volt, mintha nem is szültem volna, mert aztán végül ugye császármetszés lett a vége, az érzéstelenítés nem működött rendesen, tehát végig éreztem mindent, és nagyon fájt, és akkor kalimpáltam a lábammal, és, és mondták, hogy ez, ez nem lehet, hogy én érzem. Mondom, mozog a lábam, ez oké. Okay. <laughs> és. Ö, tehát, hogy az egész egy ilyen kaszabolós horror volt, nem éreztem, hogy én szültem. Én, én, azt éreztem, hogy engem itt most nagyon hosszú ideig kínoztak, végig azt mondják, hogy én, én rosszul csinálom, még hisztériázom is, és aztán odaadnak nekem egy babát a kíren, nem érzek semmit. És akkor ott, ott zuhantam össze, hogy akkor ez, most, ez az egész most mi volt. És persze a, a bűntudat volt a, a legerősebb érzés, meg hát a, a szégyen megint előjött, hogy én, én azt hittem, hogy én erre képes vagyok, én azt hittem, hogy, hogy, hogy én, én erre születtem, úgy vágytam rá, és most hogy lehet az, hogy se szülni nem tudok normálisan, a gyereket sem tudom úgy a kezembe venni, akkor szoptatni se tudtam az elején rendesen, tehát teljesen össze, összezuhantam. És az első emléke, miután kitoltak a műtőből, az anya volt, hogy Ő volt az első emberi hang gyakorlatilag, hogy kitoltak a műtőből, és akkor megfogta a kezem, és csak a hangjára emlékszem, mert nem láttam annyira semmit, hogy kicsikém nagyon sokat szenvedtél, és emlékszem, hogy akkor így elsírtam magam, mert hogy ez olyan, olyan olyan emberi volt, annyira... annyira Validálták azt, amit éreztél, igen. legalább valaki. Igen. Nem? Tehát, hogy ő volt az első ember, aki azt mondta, oh, hogy, ami amire átmentél, az... Igen, mert a férjem ott volt, a, a, mielőtt a műtőbe toltak, akkor már ugye beengedték, mert ezt akkor már a látták. pont kérdezni, hogy mondjuk el, mert ez lesz az első kérdés, de miért nem szólt a családjának? Hogy, igen. Hogy, hogy, ahogy mondod, hogy nem engedték. Amikor már, az, amikor már látták, már a gép is igazolta, hogy, hogy szülök, akkor már szólhattam a férjemnek, nekem kellett még visszasétálni a, a szobámba a telefonomért, hogy értesítsem a családot. És akkor a férjem bejöhetett, vele is nagyon-nagyon mm. borzasztó volt. Tehát nem, tud, nem találta a helyét, nem tudta, hogy, hogy hol álljon, mindenhol útban volt, és nem, nem, mondták neki, hogy ide álljon, ezt csinálja, stb. És, csak, és neki meg az volt az utolsó mondat, amit hallott tőlem, mielőtt a műtőbe toltak, hogy nagyon, hogy nem, nem is, is mondtam, hogy kicsit félek. És akkor ez, ez volt az utolsó mondatom hozzá, úgyhogy ő ott maradt egyedül, tehát ő is nagyon, ő is nagyon megszenvedte ezt, és, de ő nem, nem tudta, hogy mind mehetek keresztül, anya meg azért érezte és ő nem is aludt egész éjjel, annyira, annyira, tudta, hogy valami nem oké, okay, és nem értette, hogy, hogy miért nem, nem szólok, akkor gondolta, hogy biztos, biztos, velem van a férjem, vagy hogy bízott benne, hogy, hogy nem az történik, amire gyanakszik, de, de aztán utólag beigazolódott, és, és végül is anya volt az, aki, aki az első pillanattal kezdve tudta, hogy, hogy itt most nagyon meg kell engem fogni, mert baj lesz. Az, hogy erőszak történt. Erre mikor is hogyan találtál szavakat? Hát ez nem, nem esett le először. Tehát emlékszem, hogy amikor hazamentünk a kórházból, én arról beszéltem egész úton, hogy hát én egy mezőn meghaltam volna, és megmentették az életünket, hát egy nyilván hát mindenre szükség volt, egy doktor úr megmentette az életünket, és ebben szentül hittem, és aztán aztán szépen pontról pontra, hogy végigmentem az eseményeken, és egyre több emberrel beszéltem, akkor, akkor kezdtem el gyanakodni, hogy, hogy nem, nem volt ez teljesen rendben. És aztán utána, utána meg, ahogy ebbe egyre jobban belemélyedtem, akkor pedig már... Tehát szerintem ez olyan két-három hónap után mm. esett le, hogy itt, itt nem én voltam a, a, a hunyó. Én nem nagyon tudok megszólalni erre most. Nehéz mit mondani, de közben meg nagyon tipikus a történet. Azért bárhol az ember elkezd utána olvasni ennek a témának, vagy bármilyen fórumot elkezd böngészni, akkor így. Ömlenek ezek a történetek, hogy, hogy nincs kellő tájékoztatás, hogy a szülőnőnek tárgyasítva van az egész lénye, hogy az ő igényei szükségletei azok egyáltalán nincsenek figyelembe véve, hogy medicalizált az egész történet, hogy te egy darab hús vagy, akiből majd kiműtjük a gyereket, és örülj neki, hogy akkor tudom én, nem a hüvelyeden keresztül jön mert mm. akkor... Hm akkor a házas életednek annyi lenne, és ilyen olyan mondatok hangzanak el, amik aztán utána tényleg beíródnak, és így nem tudod hova tenni, hogy akkor most úristen, ki vagyok én ebben a folyamatban. A szülés ugye az egy olyan beszűkült tudatállapot egyébként, amikor, amikor mondatokban, de nagyon megnyugtató Tőmondatokban kellene kommunikálni, nagyon ö, egyenrangúan, tehát hogy véletlenül sem hatalmi pozícióból a nő fölött állva megmondani neki, hogy, hogy mit, fog, mit kell neki csinálni, ö, illetve tájékoztatni minden egyes beavatkozásról, ami történik, a, és figyelni, hogy egyébként ő felfogja-e. Ilyenkor egy érintés, egy félmondat, egy hangsúly, az az hihetetlen nagy kapaszkodót tud jelenteni, és hogyha ez meg, ezek pedig elmaradnak, és mellette vannak úgy, megtörténnek úgy a beavatkozások, hogy tájékoztatás nem történik, az pedig, az pedig tényleg egy olyan érzést szül aztán az emberben, vagy gyerekkel együtt megszületik ez az érzés, hogy így megtörtént velem valami, amit nem akartam és ez, ez, nagyon mélyen alása az önbizalmat, és befolyásolja a baba-mama kapcsolatnak ja, a kialakulását. Mint ahogy nálatok is. Amit ugye Igen. itt most hallottunk, hogy egyszer csak ott van a kezedben, miért visznek el egy gyereket hét órára, hogy azt ma már tudjuk alapvetés, hogy az aranyóra az annyira fontos lenne, az összehangolódás, a egész életre szóló biztonságos kötődésnek ott az az első óra az alapja, Igen. amit nem lehet utána pótolni. Hát egy, egy, gyerek az nem egy tárgy, amit így megfogunk és elviszünk, és akkor majd, majd mi a személyzet tudjuk, hogy mit kell vele csinálni. Hát egyetlen egy ember van ezen a világon, aki, aki a legfontosabb annak a gyereknek, az pedig az anyukája. És hogyha egészségügyileg minden feltétel adott, és nincs vészhelyzet, akkor össze kell őket rakni így szorosan test a testhez, bőr a bőrhöz érjen, apa is érjen oda, hogy, hogy váljon, a, váljon belőlük egy család, és ne pedig ilyen elszigetelt, traumatizált egyéneknek a közössége legyen valahogy. Ugye, mert hogy ebben aztán mindenki traumatizálódik. Hát az a baba, hát akinek az kellene a kicsi idegrendszerének, hogy anyukájának az illatát, érintését, szagát érezze, ott, ahogy, ahogy mm. ő onnan kibújik belőle, ő a ki van vetve a nagy semmibe. Igen, igen, pont, mert pont ez történt. És egyébként ez is olyan érdekes, hogy amikor amikor Mornak szülinapja van, tavaly volt az első olyan születésnapja, amikor már nem sírtam. A kilencedik, ugye? Igen. Tehát, egyébként mindig ezen gondolkodtam, hogy, hogy na hát, kilenc éve ilyenkor éppen ez is ez történt, és hogy, hogy, nem volt ezekben az az örömteli pillanat, hogy jaj, hát emlékszel, hogy kilenc éve ilyenkor mi történt, hanem hogy azonnal jött a gyomorgörcs, hogy igen, kilenc éve ilyenkor nem tudom, hogy, hogy mi volt vele, mert nem voltunk együtt. És, és hát egyébként nyilván lett is következménye, tehát egy olyan elképesztően sírós kisbaba volt, megnyugtathatatlan, és hát két és fél három hónapos volt, amikor, amikor már tudtam szoptatni, egy addig kellett küzdeni ezért, és akkor szoptattam, hordoztam, együtt aludtunk, együtt fürödtünk, tehát próbáltam bepótolni azt az első, első hét órát, meg hát utána az a hét óra után megkaptam egy órára, aztán megint elvitték éjszakára, szóval, hogy hogy nem is tudom, két-három nap után mondták azt, hogy hogy már odaadják nekem egész napra és éjszakára. Úgyhogy nagyon-nagyon sok időt töltöttünk külön. Úgyhogy ne, mi teljesen összenőttünk utána. utána. Mm -hmm. De erre. Tehát pontosan emlékszem arra, a, arra az éjszakára, amikor bevettük magunk közé a, az ágyba, mert hogy egyszerűen nem tudott aludni kis ágyban, és próbáltunk a tankönyvhez ragaszkodni, hogy a babának ott a helye, de már én nem bírtam fel se ülni, annyira kimerült voltam, és a férjem fogta és berakta közénk, és aztán reggel arra keltem, hogy egyrészt aludtam, másrészt meg azt hallottam, hogy a baba kortyol. És hogy... Ja, Istenem, elkezdett magától szopizni. Igen. És addig azt a hangot sose hallottam. És akkor, akkor kezdődött igazából ez a... Bocsánat. Igen. Ez egy nagyon szép pillanat. Sokat hát, tudunk egymásról a cikkeidből, de ez valahogy nem állt eddig össze, pedig lehet, hogy erről már írtál, csak így egyben hallani, meg látni téged közben, ahogy mondod. Ugye ez az bennünk el... is megy. Szóval igen, hát te anyuka vagy, te is, én, vagy, én is, vagy, és vagy. az van, hogy hogy ez az első évad, hogy fölvesszük ö, kamerákkal is a beszélgetéseket, a Youtube-ra kitezzük, és most vagyok először, ez már a negyedik, vagy harmadik beszélgetés, amit most rögzítünk is, hogy amikor örülök, hogy ezt látják is. Igen. Még akkor is, hogyha most itt. Um, az, amikor elkezdtetek újra kapni, nem, amikor elkezdtetek kapcsolódni, úgy képzelem, hogy e, te is elkezdtél ebben gyógyulni. Nem? Akkor, amikor elkezdtem tudni szoptatni, és már nem csak az volt, hogy ilyen egy-két millilitereket fejek ö, órákon át, hanem azt látom, hogy hogy szoptatok, és a, és a gyerek az nő, és, és közben engem néz, és tehát az egész... Ö, az egész valahogy teljesen átrajzolta azt, hogy addig én gyűlöltem a, a meleimet, gyűlöltem a, a testemet, hogy csak a bajt hozta rám, és, és akkor azt éreztem, hogy ja, hát, hogy, hogy most végre valami jót csinál a testem, és onnantól kezdve az se érdekelt, hogy hogy néz ki, hogy mekkora, hogy most lógá -e vagy sem, vagy, tehát hogy, hogy onnantól kezdve pedig azelőtt nyilván sokkal tökéletesebb voltam, vagy meg feszesebb, meg nem tudom, amikor utáltam magam is, tökéletlenül, de úgy, hogy már volt funkciója valami olyan, amivel tudtam azonosulni, akkor, akkor elkezdtem, ha nem is megszeretni magam, de, de becsülni, vagy tisztelni legalább. Micsoda címke, tökéletlen. <laughs> oh. Igen, de, de ez egy ilyen... Mihez képest tökéletlen. Hát igen, ahhoz képest, amit kitaláltam a fejemben, hogy milyen a, a, a tökéletes. És, és aztán azt is megtanultam, hogy miután gyerekem lett, hogy, hogy meg tudom őt védeni, tudok nemet mondani, tudok kiállni érte, akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy magamért is ki tudok állni, és akkor nyilván az sokkal később jött el. De. De mégis ez, a, ez az élmény, ez, ez elképesztően erős volt, hogy amikor megjöttek az első sikerélmények, akkor valami olyan erőt tapasztaltam meg, amit, amit azelőtt még soha. Igen, ez döbbenetes egyébként, ahogy, ahogy a, a nőket át tudja formálni a, a gyerek születés és a gyerekért való felelősségvállalás, és hogy ez rengetegszer hangzik el, hogy magamért soha nem tudtam kiállni, és megszületett ő, és akkor valahogy ott lett egy olyan hangom, egy olyan erőm, ami, ami korábban soha nem volt, de azt jó ideig valóban csak a gyerekkel kapcsolatban tudja az ember használni, hogy ez Igen. valami egészen döbben át, hogy hogy mint a, az anyatigris, hogy a gyerekemért igen, ott, ott tudom a határokat, ott felismerem, ott megvédem, ott, ott határozott vagyok, ott hatékony vagyok, és aztán, hogyha meg rólam van akkor pillanat alatt vissza tud ugyanaz a nő csúszni egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe. Nem, azért hiszek, mert hogy, hogy számtalan nőtől hallom én is azt, hogy hogy hát meg magamtól is, hogy most mondjuk ki, hogy, hogy, azért a gyerekért mindent a falon is állt, és hogy az utolsó vagyok, aki, aki én magam, akiért ugyanezt megteszem, és hogy vajon mitől függ, meg mi kellene ahhoz, hogy magunk is ugyanezeket a gesztusokat, ugyanezt az erőt, határhúzást Megtegyük. Hogy magunkat ezzel a megtartó, felelősségvállaló, odaadó szeretettel tudjuk kezelni. Azt gondolom, hogy ez, ez, ez lenne a kulcs, de hát ezért szoktuk azt mondani, hogy a gyerek egy hatalmas tanítómester, és egy olyan személyiségfejlődési úton indít el, ami, ami lehet, hogy egyedül nem menne végbe, hogyha ez az új szerep, ez az új minőség, ez nem jönne be. Ráadásul neked, Anna, ugye a, traumá, a korábbi traumáid feldolgozásának, illetve azokkal való szembenézést is elhozta. Az, Igen. ez, a, ez a traumatikus szülésélmény, ahogy mondtad is, volt ez az emlékbetörésed, volt pánikro a szülés közben. szóval, hogy mindez egyszer csak rávilágított, lehet, hogy mondod, hogy évekkel később, de mégis csak rávilágított valamire, amivel neked szembe kellett utána nézni. Igen. A, um. Most így nem tudom, hogy ez pontosan hány évvel volt ö, a, a szülés után, de amikor ez a mitú kirobbant, és mm. elkezdtek jönni a, a történetek, és ezen belül is, amikor a Marton botrány mm. ö, kirobbant, akkor volt az, hogy egy... Ö, veszekedtünk a, a férjemmel valamin, és akkor az volt a kérdése neki, hogy mégis miért érzem azt, hogy, hogy, minden, hogy mindig vádol valaki hogy miért érzem azt, hogy, hogy én, én, mindig bűnös vagyok. Hát ehhez nem lehet viszonyulni, hogyha valaki állandóan támadva védekezik. Mert hogy ő érezte? Ő érezte mm -hmm. azt, igen. És ez egy ilyen visszatérő konfliktusunk volt, hogy én, én állandóan azt érzem, hogy engem, engem bűnösnek látnak, és, és egyszer, csak, egyszer csak így a semmiből elaltattam a, a, kislányomat, és, és akkor egyik pillanatra a másikra így beugrott a, az az este, amit én egészen odáig úgy ö, fogalmaztam meg, hogy nekem volt egy, egy éjszakás kalandom. És akkor egyszer csak leesett, hogy nem. Hogy az, hogy az egyáltalán nem egy éjszakás kaland volt, hanem ö, az első szerelmi bánatom után én óriási nagy csalódás volt, és, ö, és utána én arra úgy reagáltam, hogy hogy akkor belevetettem magam az éjszakába, mondtam anyáiknak, hogy utazzanak el, csak nyugodtan, nekem, iskolai előadásaim vannak, és, és otthon maradtam. És jártam a, a debreceni ö, szórakozó helyeket, és emlékszem, hogy a barátainkkal, ö, vagy a barátaimmal voltunk egy borozóban, és ö, hát melyen éjfél körül lehetett és elment mindenki haza, és én is elindultam, csak aztán rájöttem, valamit ott felejtettem, és visszamentem, és akkor ott egy ilyen szegről-végről ismerős ö, pasival találkoztam, és elkezdtünk beszélgetni. És akkor vettünk egy-két üveg bort, és felmentünk egy háztetőre, hogy beszélgessünk tovább. És aztán közben leesett, na, ugye rengeteg alkoholt fogyasztottam, és aztán leesett, hogy nem tudok hazamenni, mert nagyon kint lakunk a város szélén, hogy jó, basszus, és nincs taxira a pénzem, lehet, akkor ott alszom ennél a fiúnál. De mondtam neki, hogy, hogy tényleg léci, csak aludni szeretnék valahol. És aztán a következő emlékképem az, hogy, hogy én könyörgött neki, hogy, hogy hagyjon békén, és, és, nem. És emlékszem, hogy, hogy, én sírtam közben. Tehát, hogy nem, az egészre nem emlékszem, még mindig. Csak arra emlékszem, amúgy ez lehető az alkohol miatt van, hogy nem emlékszem sok mindenre, vagy, vagy a, ugye a tudattalan valahogy meg akar védeni. De arra emlékszem, hogy sírtam, és, és hogy ő megmosolygott. Erre emlékszem. Uh -huh. És arra is emlékszem, hogy másnap reggel ö, is nagyon sírtam, és ő még mindig mosolygott. És utána megpróbált valamit nekem bemagyarázni, hogy hogy nekem ez megérné, mert hogy neki vannak valami színházi kapcsolatai, és hogy lehetnének szerepeim, meg tudom én, mert ott a háztetőn a, a színművészetire, ö, ugye, akkor a, készültem a felvételire, és felmondtam neki a repertoárt, a, a mm. felvételi anyagaimat és akkor azt próbáltam mondani, hogy nekem megérné, hogy, hogy vele legyek, mert hogy, és akkor, és akkor el tudtam ö, küldeni már, elküldtem a, a francba, és amint elküldtem a francba, utána valahogy jött egy ilyen filmszakadás, és hogy akkor ez egy egyészakás kaland volt. Mm. És, és úgy meséltem a barátaimnak, hogy képzeljétek, volt egy egyészakás kalandom. Mm. És, és a képek Amik, amik, beugrottak, azok annyira, annyira élesek, élesek voltak, és, és félelmetesek, meg, meg, bizonyos pontokon megéreztem a, az érintést is. Tehát, hogy ezek olyan, olyan erősen jöttek vissza, és ezek ugye a szülés során abszolút inadekváltnak tűntek, hogy mi, ez most mi, tehát annyira... Ugye, és a lélek meg párhuzamba állította azokat Ingen. a testi élményeket, hogy fognak, lefognak, sírok, tiltakozok, történik velem valami, amit nem akarok, és akkor jött a párhuzamos élmény a szüléssel, és akkor ez így előrendotta a korábbit, hogy ez nagyon gyakran így történik, ahogy, ahogy ezt elmondod. Igen. Mert ott ugye elhangzott az, hogy nem, meg kérlek, nem, meg hagyd abba, a kórházban ugye nem. Ott nagyon nagyon jó kislány voltam. Mert hát ugye tényleg ott még akkor is dolgozott bennem a vakbizalom, amikor tudtam, hogy ami történik, az az egyszerűen nem lehet oké. Okay. És még a szülés hát is, közben? Igen. Mm. Igen. Mond. És csak ugye a, ugye a kaland, hogy egy éjszakás kaland, hogy az erőszak az az nem kaland, és mm. a kaland az nem erőszak. Szóval, hogy, hogy, hogy hogyan. Uh, tudjuk így összemosni a dolgokat, és, és hogy rögtön az jut eszembe, hogy hallgatlak, hogy, hogy majd akik hallgatnak, milyen könnyen tudnak ítélkezni, hogy ja, hát alkohol, meg ja, hát felment vele, meg ja, hát elment vele a lakására, meg felment a tetőre, meg volt, meg nem tudom én, hogy, hogy ez mind lényeg talán hogy a nem, az nem. A hagyd az azt jelenti, hogy nem akarom tovább, hogy tegyél velem valamit. Hogy én azt már nem akarom, és vagy, hogy, hogy ez akkor is érvényes, és ugyanolyan érvényes, hogyha ha mondjuk felmész valakinek a lakására, vagy, vagy éppen együtt ittatok előtte. Igen, csak az is lehetett bennem, sőt valószínűleg ez, le, ez motiválhatott, hogy ha azt mondom, hogy egy éjszakás kalandom volt, akkor ott én irányítottam, és amiatt még mindig kevésbé ítélnek el, vagy kevésbé uh, szólnak be, mint hogyha azt mondom, hogy én felmentem valakinek a lakására ittasan, és valószínűleg ettől is akartam magam nekem, hogy ne kelljen magyarázkodnom, mert egy egy, egy éjszakás kalandban én egy egy független uh, nagyvilági nő vagyok, meg nem egy tudom díva aki. egy diva. Igen. Hát meg egy csomó ez, ez, amit mondanom, hogy mi, hogy ennek nagyon sokszor mi internalizáljuk is ezeket a minek mentem oda, miért nem készültem fel eléggé a szülésre, én nem voltam jó szülőnő, én nem voltam elég józan nő, én nem voltam elég ilyen a olyan. Miért vettem fel a piros ruhát? Tehát, hogy a te történeteden is szépen végig lehet azt vezetni, hogy hogy internalizáljuk ezt a, az egész áldozat hibáztató <tosz> attitűdöt. Igen. A és hogy, milyen irgalmatlanak vagyunk saját magunkról, és Karl szemben is, hogy ez valahogy tényleg arról szól, hogy te aztán elkezdted ugye azután, hogy itt a mitó kapcsán benned is, meg a szülésélményedben feltörő emlékek kapcsán megfogalmazódott, hogy mi történt, hogy mi történt itt évtizedeken keresztül veled, de azért elkezdted szépen lassan visszavenni az irányítást, a kontrollt, elmentél terápiába, az, hogy ugye most az előbb mondtad, hogy letettem a kislányomat, tehát azóta született egy kislányod is, ami viszont egy kifejezetten reparatív élmény volt a szülőszobán, nem? Mert az meg egy, az így valahogy helyre tette. És én szerint, én úgy képzelem, hogy ez a kontroll visszaszerzésének egy nagyon fontos lépése volt. Jaj, hát az elképesztő volt egyébként. Tehát én ott választott orvos, akkor még lehetett választott orvos, választott szülésznő, Dula és a férjem, mert mondom, igaz. Ez a hadsereg, hadsereg amit mondtál. Abszolút az volt. És igazából volt, volt gátmetszésem, ott, de ott is megkérdezték, hogy, hogy lehet-e, én meg akkor már ott tartottam, most már, most már lehet, és nem, nem, éreztem, hogy ezzel ott baj lett volna, tehát, hogy az a, az a nagyon pozitív élményem volt ebben az egészben, hogy én, én irányítottam, de úgy, hogy nem kellett ott fejben senkinek, tehát nem kellett gondolkodnom nem kellett uh, résen lennem, mert egy biztonságos környezetben voltam, ahol mindenki tudta, hogy, hogy mit szeretnék, és nekem csak szülni kellett. És uh, emlékszem, hogy amikor, uh, hogy ez micsoda egy pillanat volt, amikor az orvos azt mondta, hogy, hogy uh, maga ezt a babát meg fogja szülni. És uh, ennyi, de, 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 ennyi. Ezt mondta a Noemi. Ennyi. Igen. És uh, ott, ott, voltunk. Ezek és, és ilyen és olyan erőt adott, hogy egyszerűen leesett, hogy hónapokig erre készültem, és izgultam, hogy vajon össze fog -e jönni, mert hát a rendszer az úgy van felépítve, hogy aki császára szült annak utána, folyamatosan azt, azt mondják, hogy ez, ez kockázatos, ezt nem szabad uh, utána hüvei úton, ez egyáltalán örülje, hogy, hogy nem kell, uh, hogy is fogalmaztak az első után, hogy örül, hogy intakt maradtál lent. Uh, szóval, hogy uh, ez, ez az élmény, hogy, hogy, én most szülni fogok, ez most tényleg megtörténik, nem hiszem, hogy úgy üvöltöttem, a férjem mondta is, hogy ilyen hangot ő még életében sehol nem, nem látott, pedig jó pár természetfilmet végignéztünk, mert de hogy valami igazi ős állat hangja jött ki belőlem, és nem csak az erőlködés miatt, hanem ott így, ott kiszakad belőlem valami. Ott az egy ilyen, nem is tudom, valami elképesztő, ilyen pszichedelikus élmény, hogy, hogy a hogy ez az erő, ez mind én vagyok. És ezt én meg tudom csinálni, és én most kinyomok magamból egy, egy babát, miközben azt hittem, hogy én ezt nem, nem tudom. És elképesztő, elképesztő élmény volt. Tehát ott megvolt az a katarzis, ami, amiről addig annyit hallottam, és akárhányszor az első szülésem után, hogyha láttam szülés utáni fotókat, ismerősökről, mindig pillanat alatt meg tudtam mondani, hogy ő most a műtőből jött el, vagy vagy a szülőszobáról, és akkor mindig sírtam. Mindig, hogyha valakin láttam a boldog mosolyt, én sírtam, és akkor emiatt meg bűntudatom volt, hogy milyen gonosz vagyok, hogy nem tudok másnak örülni. És akkor itt eljött ez a, ez a pillanat, és és rögtön rám rakták, és akkor ezt így, ezt így megéltem, hogy én megszültem ezt a babát, és ideadták, és, és most itt vagyunk. És persze utána meg amiatt volt bűntudatom, hogy, hogy itt megéltem egy, egy örömöt és katarzist, és a, és a kisfiamnál meg nem. És pont tegnap beszélgettünk is erről, hogy mielőtt még beszabadulna az internetbe a kisfiam előtte, nagyon-nagyon sok mindent át kell beszélni, mert ugye sokat írtam az ő születéséről ami az, ami az ő, ő, életének a kezdete, és hogy ezt a, ezt a traumát én nem akarom, hogy ő egy pillanatig is bűntudattal tudattal cipelje magával, mert hogy nem, nem ő tehetett, ő semmiről nem tehetett, sőt, ő maga is áldozat, áldozat volt. Szóval, hogy, hogy ezt még helyre kell tennem, ezt a dolgot, hogy nekem, én kétszer szültem, és az egyik, az egyik egy csodálatos élmény volt, és a másik meg nem tudott az lenni. Úgyhogy ez, ez, ezzel lesz, lesz dolog majd, is, és nagyon-nagyon szeretném, hogy ne, ne, okozzak vele károkat. Talán itt az ív, ami, ami egyfajta ilyen megnyugtatást tud adni, vagy megnyugtatásul tud szolgálni, hogy, hogy volt valami és tudtam azon változtatni, hogy el, ott valami nem sikerült ö, önhibámon kívül, de hogy, hogy én ezzel tudtam mit kezdeni, és ki tudtam aztán utána a második alkalommal belőle hozni azt a csodát, aminek egyébként minden szülésnek lennie kellene, mert amit mondasz, hogy pszichedelikus élmény, ilyen egy jó szülés, és... Tényleg olyan, hogy látod, azt a módosult tudatállapotot, azt az átszellemültséget egy jól szült nőn, ami, a, amit nem, nem lehet más, hogy ez csak, csak az a. Csak, csak egy jó szülés tud olyan lenni. És amúgy ez az orvosnak is sokat adott. Tehát utána mesélte, hogy akik jelen voltak, hogy mindenkit nagyon megrázott, mert hogy olyan felfokozott érzelmi állapotba került ott mindenki a végén, amikor ott hagyott az orvos, mert igazából ő csak a kitoláshoz jött oda, addig nem, nem nagyon macerált és hogy megpuszilta a homlokomat mm. utána, és én ezt nem éreztem határátlépésnek, mert abszolút azt éreztem rajta, hogy szinte ő is megköszönte mm. a, az élményt, és, és szerintem ez egy olyan, olyan szép dolog lehetne, mennyire szuper lenne, nem? Hogyha a szülészeteken nem csak az lenne, hogy hogy bemennek a nők, és akkor próbálják minél gyorsabban ö, lezavarni a dolgot, kierőszakolni belőle a babát. Ö, ez, ez senkinek nem jó élmény, tehát hogy az, azoknak sem, akik ott dolgoznak, akik a dolgukat végzik, és a, a szülő nőnek sem, meg a babának sem És hogy ez igazából, hogy nem kellett hozzá sok. Tulajdonképpen csak békén kellett hozzá hagyni. És arról nem beszélve, hogy ugye amikor szülésről beszélgetünk, akkor beszélünk arról nem tudom, 24-48 óráról. Közben meg életekről beszélünk, hiszen életeket tud meghatározni az, hogy, 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 hogy mi történik abban a néhány órában. És hogy azt gondolom, hogy ha jól születnének a gyerekek, és a nőket hagynák jól szülni, akkor, akkor néhány generáció alatt el tudnánk jutni egy sokkal egészségesebben működő társadalomhoz. Hogy ennek ilyen súlya van? Én szoktam is mondani amúgy, hogy ha minden rendben van, akkor a szülés az az anyaság legkönnyebb része. Az az, amit így. Akár az elsőt is újra csinálnám. Tehát, hogy a nehezebb napokon azt érzem, hogy még az első szülésem is könnyebb volt, mint egy mint egy nagyon nehéz nap a, a gyerekekkel. Szóval, hogy ez, ez egy olyan, olyan csodálatos kezdés tud lenni, ami meg tudja határozni azt, ami utána következik, tehát a, a, a lányommal. Annyira gördülékenyen, szépen ö, ment ez az egész össze, összefonódás, és a, a kisfiammal pedig nem tudom ö, valahogy elhallgattatni azt a hangot a fejemben, ha bármi gond van, hogy ez vajon amiatt van-e, mert hogy mik történtek, amikor, amikor pici volt, és hogy ez nem fair, mert így is bőven elég ö, problémával kell majd szembenézni, majd amikor kamaszodik, meg ez, míg minden zajlik a világban, van bőven, mint, mint aggódni, hogy így legalább a kezdés, hogy azt az, az ne csesződjön el, ezt, ezt egyszerűen felfogni nem tudom, hogy, hogy miért, miért kell így kiszúrni magunkkal. Igen, és azzal már nem lehet védekezni, hogy nem tudjuk, hogy ennek milyen jelentősége van, hogy a szülés születés, mert ugye a kettőt nem lehet elválasztani egymástól, hogy az az tényleg sors meghatározó élmény, esemény, baba és mama, abba, igen, és még az apa életében, hogy mindenki tudja vele és mondani, és a tágabb család életében, tehát hogy tudjuk, hogy ez mennyire fontos. Tudjuk, hogy mi mindent határoz meg. Tudjuk, hogy, hogy aztán utána a felnőtt életében hat majd arra, hogy ő hogyan kötődik, mennyire érzi magát biztonságban a világban, hogyan közlekedik más emberekkel, mit feltételez másokról, és a többi, és a többi. Tehát az információ adott, hogy mi a csodáért nem jutunk el odáig, hogy akkor ezt az információt beépítsük, és ahogy mondta, tényleg nem kellene sok, csak egyszerűen ebből a hierarchizált, medicalizált szemléletből visszavenni és azt mondani, hogy partnerség van, és én segítem őt. És pont ennyi. ennyi. Tehát, hogyha ez a mindset, ez valahogy így, így ö, nagyobb teret nyerne, akkor, akkor szerintem ez egy ilyen na, na, egyszerű dolog lenne. És egy jobb világ. Az biztos. De csak az, az még eszembe jutott, hogy itt ugye nem csak az egészségügy állapotáról van szó, hanem hogy mint ahogy én is egy valamilyen állapotban kerültem a, a szülőszobára, hogy hányan vagyunk, akiket ö, gyerekkorában ö, bántottak hányan vannak, olyanok, akiket kényszerítettek, hogy megpuszíja a nagynénit, nagybácsit, hogy hány, hányan nőttek fel úgy, hogy valamilyen módon átlépték a határét, ezt ez szoktuk meg, hogy, hogy, hogy itt ez, ez lehetséges, és hogy, hogy aki fölöttünk van, az, az megtehet velünk dolgokat, hogy nekünk viselkedni kell, hogy ez ez belénk ivódott. Tehát nem csoda, meg lehet velünk tenni akármit. Tehát, hogy, hogy hiába változna a, a rendszer, még lehet, hogy akkor is ragaszkodnánk ahhoz, hogy hogy mondják meg, hogy mit csináljunk, mert mi nem, nem ahhoz vagyunk szokva, hogy hogy itt önmagunkért felelünk, és önmagunkért kiállunk. Sőt, nagy valószínűséggel, aki abban a rend helyzetben megtesz, és feletted áll, és megteszi, hogy átlép, átlépi a határaidat, valószínűleg neki is van arról élménye, hogy az ő határait valahol, valamikor átlépték. Szóval, hogy ez ennyire mélyen összefügg ezen a szinten is, hogy, hogy egyszerűen e, idáig kellene eljutni valahogy, hogy ez ne tudjon megtörténni, mert hogy, hogy a, hogyha valakivel egyszer megtörténik egy ilyen határátépés, akkor nagyon könnyen kerül át a másik pozícióba is, hogy akkor, hogyha olyan helyzetbe kerül, akkor azt mondjuk úgy kihasználva azt mondjuk, hogy ja, hát, hát velem is megtették, akkor most én is átlépem a másiknak a határait. Szóval, hogy ezért lenne nagyon fontos, hogy, hogy ezen, ezen, változtassunk. Nagyon szépen köszönöm, Anna. Köszönjük, köszönjük, hogy eljöttél, és ezt megosztottad velünk és még nagyon sok nem sírós, hanem nevetős születésnapot, közös születésnapot nektek mind a kettővel, Móral és Lenkével is. Ö, nektek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ez a beszélnünk el ötödik évada, a Nem vagy egyedül évad. Folytatjuk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Engedd meg magadnak a törődést! Détót Kriszta és Orvostót Noémi műsorát a Bepantender Ma Kozmetikum termékcsalád támogatta.